A belvárosban jóval több külföldivel találkozhat a járókelő, mint pár hete. A Vörös Marti téren már vannak német, brit és holland turisták is. Ez a férfi Dániából érkezett a hosszú hétvégére. A megkérdezettek többsége öt napig szeretne a fővárosban maradni, ahogy ezek a holland turisták is. A szabályok itt elég lazzák, nem hordanak sokan maszkot, és a bárok is nyitva vannak, amit furcsálunk. A barátaim azt mondták, itt nem olyan rossz a vírushelyzet, és az emberek nem félnek, így mi sem aggódunk. Turisztikai szezon, idén kompó. Tehát úgy kell számolnunk, ezeknek mind végük van. A miniszterelnök még márciusban fogalmazott így, és a nyári szezon végéhez közeledve úgy tűnik, nem tévedett. A szakértők szerint azonban a belvárosi kép csalóka. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ legfrissebb adatai szerint júliusban a hazai szálláshelyekre 1,4 millió turista érkezett, közülük 1,2 millió volt magyar, és csupán 31 ezeren választották a fővárost. A nyár második felére remél turisztikai élénkülés Európa szerte nem hozta a várt eredményeket, de a szezonról pontos statisztikai adatok csak szeptemberben derülnek ki. Szakértők szerint a szektor csak akkor fog újra helyreállni, amikor már megvan a vírus elleni vakcina, és általános lesz az emberek átoltottsága. Na, nézzük, hogy mit van. Erről ma jó reggelt kívánok, Rastovics Dávid, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Milyen őszre készülnek? Hogy látják? Öreget kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Ez egy érdekes kérdés. Onnan kell indulnunk, hogy Magyarországon azért ha az utóbbi éveket nézzük, a turizmusnak igen erősen az aranykorát éltük meg. 2019-ben arról beszéltünk, hogy 2020-ban soha nem látott mennyiségű embertől meg fog érkezni a fővárosunkba, és akár szélesebb körben az ország területére. Ez ugye megdőlt márciusban, és sok hatás érte a szektort, amiből a mai napig ugye nem tudtunk feleszmérni. Az újranyitás, a júniusi újranyitás nagy mértékben segítette a belföldi turizmust. Azokat a, azokat a destinációkat, amik a fővárosunkon kívül vannak, vegyük ide akár a Balaton térségét, Tokaj, Hegyalját, Fertőhanságot, vagy éppen a Hortobágynak a területét, vagy a fürdővárosainkat, ugye a, a gyógyfürdőinknek a, 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 világhíre és a, és a minősége az, az ugye egyértelmű. Viszont nagyon kétoldalú a, a, a dolog, tehát hogyha azt nézzük, hogy Budapesten szinte beszakadt uh, ugye a, a turisták látogató száma, addig uh, vidéken azt tapasztaljuk, hogy hogy túlzott mennyiségben érkeznek a turisták, ami előidézett egy egy kapacitásbeli problémát, és a minőségi sztenderdeknek a fenntartását is. Magyarán szóval mondhatjuk most ugye a nyár végén, hogy a... a... Koronavírusnak, hogyha lehet ezt így mondani, a koronavírus következményének belföldi turizmus szempontjából a nagy nyertese a vidék volt, legalábbis azok a vidéki helyszínek régiók, ahol mondjuk van víz. Így van. Meg kell néznünk azt, hogy milyen attrakciókkal rendelkezik ugye Magyarország. Sokszor elmondtuk már, hogy, hogy hihetetlenül sokszínű országunk van, de azon belül is ugye a gyógyvizeink olyan unikális értéket képviselnek világszinten is, amivel az európai turizmuson belül, vagy akár világszinten is az első országok között lehetünk. Ha azt nézzük, hogy mennyi az a beáramló turista, aki ugye a repülőtéren keresztül érkezett most a nyár folyamán, azt az első alapvetés kell figyelembe vennünk, hogy a diszkont légitársaságoknak a járat száma ugye rendkívüli módon meg lett vágva. A budapesti turizmusnak ez adta az alapját, hogy a diszkont légitársaságok mennyi embert utaztatnak be, és uh, ugye ha bemegyünk a belvárosba és megnézzük azt, hogy hány szolgáltató zárt be, és uh, találunk akár szellem uh, utcákat is, az, az, jól mutatja azt, hogy, hogy Budapestnek a turizmusa még nem tudott uh, kilábalni, sőt, uh, ugye az első, elsődleges becslések alapján ugye mindenki arra számított, a szakértők is ezt uh, vetítették elő, hogy a jövő tavaszi uh, uh -huh. szezon az már valamilyen szinten hasonlítani fog a két-három évvel ezelőtti. Hogyha azt látják a szakemberek is, meg ezt mutat te ugye a gyakorlat, hogy Budapestet kicsit ezért elvérzett ebben az időszakban. Hogyan lehetne, most tudom, hogy furán hangzik, de hát mégis azért népszerűbbé tenni belföldi turizmus szempontjából. Tehát, hogy jöjjenek egy kicsit mondjuk Budapestre is nézelődni, hát hiszen egy fantasztikus világvárosról beszélünk. Nagyon sok kampány indult ennek az érdekében. Több olyan kezdeményezés is napvilágot látott, ami a, a vidéki turizmust szeretné olyan szempontból kiváltani budapesti turizmus hogy igenis a, a vidéki városokban, vidéki nagyvárosokban, vidéki területeken élő emberek látogassák meg a fővárosunkat, töltsenek itt egy-két-három napot, mm. és lássák úgy ö, ezt a csodálatos várost, mint, mint egy turista. Tehát a turista szemével ö, tudják átélni ezt. Ezt nem segítette az, hogyha eljön ide az ember, akkor azért látjuk azt, hogy nagyon sok szálloda még nem nyitott ki, tehát az újranyitást még talán nem is tervezi, csak jövő tavasszal vagy jövő nyáron. Nagyon sok olyan vendéglátóegység, kávéház, étterem, szórakozóhely zárt be. Ugye a turisták hiánya miatt, amit nem nagyon tudunk pótolni. Ezért kell egy olyan unikális irányt venni, egy, egy picit szemléletet váltani, hogy hogyan is tudjuk ide csalogatni a vidéket. De mi a éveket? szemlélet akkor? Olcsóbban kell adni, jelentős kedvezményeket kell nyújtani. Meg kell találnunk azt, hogy másfél-két napban. Egy magyar ember mit tud igazán élvezni Budapesten? Erre nagyon sok uh, megoldás van. Én úgy gondolom, hogy a, a következő egy-két hónapban erre nagyon jó példákat fogunk látni. Ugye látjuk azt, hogy a, a balatoni uh, turizmus az hihetetlenül fellendült az utóbbi egy-két hónapban. Túlkapacitáson futottak a, a, a vendéglátóhelyek és a szálláshelyek. Én biztos vagyok benne, hogy ez, a, ez az időszak ez ki fog most tolódni. Tehát a szeptember-október is rendkívül erős lesz, ha a Balaton térségét nézzük. De ne csak a Balaton nézzük ilyenkor. Én úgy gondolom, hogy azért Magyarországon rengeteg olyan destináció van, ami megéri azt, hogy mi elmenjünk oda akár három 4 napra, akár egy hétre. Jön az őszi szünet. A belföldi turizmus az őszi szünet idején biztos, hogy, hogy egy nagyon nagy lendületet kap újra és fordítsuk vissza, hogyha azt nézzük, hogyha a belföldi turizmus lendületét mi hajtja, mi a, mi a, driver, akkor a budapesti turizmusnak a drivere is lehet ugyanez, csak olyan célzott programokat kell mutatni, amit élveznek az emberek. No, beszélgetésünk közben gyorsan rámentem a statisztikai adatokra végezetül, csak egyet említenék ezek közül, mert rengeteg van, hogy 2016-ban 14,4 millió Belföldi utazásunk volt, mármint hogy ezt mi magyarok csináltuk, oldottuk meg Magyarországon. Ön szerint milyen évet fogunk zárni ennek tekintetében most 2020-ban? A 2016-ban 14 millió volt. Félig üres vagy félig teli. Én azt gondolom, hogy a, a belföldi turizmus akár egy rekordévet is uh, tud zárni. Hogyha azt nézzük, hogy a következő időszakban a külföldi utazások uh, ugye megint korlátozva lesznek, Határle, lezárásokra lehet számítani. Ugye erről még olyan sok információt nem tudunk, de történtek bejelentések, hogy, hogy szeptember uh, első hetében uh, lesznek olyan intézkedések, ami, ami korlátozni fogja ezeket a kiutazásokat. Biztos vagyok benne, hogy, hogy Magyarország területén belül a magyar emberek utazni fognak. Nagyon remélem, hogy meg tudjuk haladni ezt a számot, amit az előbb említettél. Az már egy másik kérdés, hogy hosszú távon ez hogyan fenntartható, milyen minőségi sztenderdeket kell kialakítanunk ahhoz, hogy a a, felhasználóknak és a vásároknak a véleményei pozitívak legyenek. Tehát van egy olyan kifejezés, hogy egy reputáció management. Ennek az elterjedése és elterjesztése egy nagyon fontos feladata a szakmának Magyarországon, mert az egy dolog, hogy elmegyünk valahova két-három napra. Az, hogy milyen élményekkel távozunk onnan, az fogja meghatározni a következő egy-két évnek a, a, foglaltsági arányát. És ennek fontos és a kommunikációja. Nagyon fontos. Köszönöm Én. szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.